Át kellett menjek a Lelovics szobájába a hagyóúrral, a Lelovicsot kiküldte a hagyóúr, és akkor adtam át neki. Eddig nagyon iskolás. Próbálj egy kicsit belülről hozni. Átölelte a karomat, illetve a nyakamat, és föl alá elkezdtünk járkálni. Tulajdonképpen ez egy nagyon kellemetlen ilyen testfogás volt. A figura lényege egy naív rácsodálkozás. Maga teljes lényével hitt valakinek, és hirtelen rádöbben, hogy becsapták. És itt sisteregen a gyűlölet. Közölte velem, hogy keményen kell dolgozzam, itt lesznek elvárások, és aki az elvárásokat nem teljesíti, annak ugye el kell vágni a torkát. Akkor még nem sejtettem. Nem üt eszembe, hogy mit nem sejtettem.